Mert ugye azt látjuk, hogy az ellenzéki pártok valóban, ha összeadjuk azt, hogy mennyi moksol lennek rájuk, akkor ma már legyőznék a Fideszt. De azt is mindenki tudja, hogy a magyarok azért a miniszterelnök jelöltre szavaznak. Sikerülni fog megtalálni az ellenzéknek azt az egy embert? Mert eddig bárki merült fel, mindenkivel volt egy kis probléma. Nézze, ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő jelöltet, először is el kell indulni az előválasztáson. Tehát én sok ígéretet megfogalmaztam az elmúlt 2 évben, mióta a parlamentben vagyok a választók felé, de ezeket az ígéreteket csak akkor gondolhatom komolyan, hogyha el is indulok az előválasztáson, mert szeretném ezeket az ígéreteket megvalósítani. Az, hogy ki lesz a legalkalmasabb jelölt, azt meg majd a választók fogják eldönteni, tehát a nép bölcsességét nem becsülném le. 3 feltételnek meg kell, hogy feleljen majd a mindenkori miniszterelnök jelölt. Tudja legyőzni az Orbán rendszert, ehhez egy nagyon integratív embernek kell lenni, aki meg tudja szólítani nem csak a más pártok szavazóit, de a bizonytalanokat is, hiszen onnan óriási tartalékokat tudunk még hasznosítani és mozgósítani. Egyben kell tudni tartani 6 pártot, egy 6 párti koalíciót, és még azokat a civileket, akik majd valamilyen formában csatlakoznak ehhez a szövetséghez. Tehát megint csak integratív embernek kell lenni, aki képes csapatban dolgozni, és utána meg kell tudni valósítani a közös kormányprogramot. Tehát fontos, hogy itt a miniszterelnök jelöltnek lehetnek elképzelései is vannak is, de 6 párt közösen munkálkodik egy közös kormányprogramon, és ezt a kormányprogramot végre kell tudni hajtani. Azt a szót használt, hogy nagyon integratívnak kell lennie. Én most rettenetesen leegyszerűsítem a kérdést, nyilván ennél sokkal cizelláltabb. De hogyha a 3 legsikeresebb jelöltet megnézzük köztükön. Tehát ugye Dobrev Klára, akármit csinálunk, bármennyire lehető meggyőző politikus, Gyurcsány Ferenc felesége, van egy olyan választói kör, aki innentől kezdve nem szavazna rá, bármennyire is szimpatikus neki politikusként. Megnézzük Karácsony Gergelyt, hát ő egyáltalán nem biztos, hogy szeretné majd ezt a szerepet, itt azért nagy kérdőjelek vannak. És önnel kapcsolatban pedig azt szokták általában felvetni, hogy az a kérdés merülhet fel, hogy ugyan ma már valóban egy teljesen másik Jobbikról beszélünk, mint korábban, de azért elképzelhető, hogy mondjuk azt, hogy liberális választóknak van egy olyan rétege, aki ma még egy Jobbikos miniszterelnökre nem biztos, hogy szavazna. Igen, csak ez a miniszterelnök jelölt nem Jobbikos lesz, hanem összellenzéki miniszterelnök jelölt. De tudjuk, hogy Jobbikos. És az rossz egyébként, szerintem nem. Én nem foglalok állást ebben, csak... Igen, néppárti Jobbikról beszélünk, amelyik rengeteg változáson ment keresztül. Mutatnám azt is, hogy az ellenzék összefogásban mi érkeztünk a legtávolabbról. És azért tudom szerves részeivé válni ennek az ellenzék összefogásnak, mert képesek voltunk változni. Nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem változnak, ők olyanok, mint régen. Én büszke vagyok arra, hogy valaki képes változni, mert a változás az a fejlődésnek a motorja. Uh-huh. Mi azzal, hogy képesek vagyunk változni, azt is elértünk, hogy az ellenzéki együttműködésnek a centrumában vagyunk olyan értelemben, hogy minden párttal, minden ellenzéki párttal képesek vagyunk megtalálni a közös hangot, a közös nevezőt. Pontosan ez az integratív jellem az, ami talán alkalmassát tehet akár engem is arra, hogy meg tudjam szólítani azokat a szavazókat is, akik magukat nem jobbikosnak vallják, de szabadságot és jólétet szeretnének végre Magyarországon, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt ezt megígérték nekik, és az ígéret nem teljesült. Ránk vár a feladat. Nagyon-nagyon gyorsan megmutatunk még egy statisztikát, ez talán bizonyos értelemben még érdekesebb. Ez korcsoportok szerint mutatja, hogy kinek milyen a népszerűsége. Na, és hát itt már nagyon érdekes a helyzet, mert bizonyos értelemben megfordult. Tehát picit bonyolult ez a grafikon. Minden esetre ez már azt mutatja, hogy a 18 és 39 év közöttieknél viszont már ön a legnépszerűbb. Ami viszont azért nagyon érdekes kérdés, mert hogy a Fidesszel kapcsolatban viszont azt mérik, hogy ők a fiatalok körében veszítettek rettenetesen sokat, tehát, vagy hát nem is veszítettek. Van nagyon sok olyan most először választó, aki már eleve nem szavaz a Fideszre, tehát hogy nagyon-nagyon fontos lehet a fiataloknak a megnyerése. Lehet, hogy ez lehet az a téma, vagy az a korcsoport, amelyik eldöntheti ezt a választást? Én azt gondolom, hogy ugye a fiatalok körében nagyon jól állunk, ez egy jó hír. Ugyanakkor a fiatalok az a korcsoport, akik talán a legpasszívabbak a választáson. Tehát ők nagyon szeretnek megosztani valamit a Facebookon, markáns, sarkos véleményük van, de nem biztos, hogy azon a bizonyos napon el is mennek szavazni. A mi feladatunk az, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a fiatal honfitársainak eljutassuk azt az üzenetet, hogy ma tudsz változtatni a saját sorsodon, holnap már késő, holnap már minden megosztás kár, amikor eljön a cselekvés napja, akkor el kell menni, és 56-os szabadságharcosként neked most nem a fegyvert kell vinned, csak egy tollat és behúzni azt a bizonyos X-et. De
amikor a korcsoportokat nézzük, azért az is látható, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Tehát, hogyha mondjuk már Karácsony Gergely nem jelentette be, hogy ő neki lenne miniszterelnök jelölti ambíciója, de ha megnézzük, ő mondjuk nyilván a fővárosban erősebb, a középkorosztálynál erős. Ha engem megnézzünk, akkor a kisebb városokban, a községekben, a falvokban és a fiataloknál. A kettőt össze kell majd adni ahhoz, igen, hogy egy végső győzelem legyen. Hogy a végén csak egy marad, vagy egy maradhat. Egy marad, és ezt az egyet mindenkinek támogatni kell. Köszönöm, hogy itt volt, Pályás, teljesen mondtam mindezt. Köszönöm szépen.